Hadd jöjjön ott a mély szántásod. Hadd jöjjön ott a mély szántásod, Istenem, bennünk. Hogy olyan szívünk legyen, Istenem, ami befogadja a te beszédedet. És gyümölcsöt terem, némelyik 30, némelyik 60, némelyik 100 annyit bennünk, Istenem. Segíts, drága Szent Szellem, hogy megbecsüljük a te beszédedet. Hogy mindennél nagyobbra értékeljük, Istenem, azt, hogy te szóltál az emberhez. Micsoda az ember? Még kisebb egy porszemnél is, Istenem. A te szemeid előtt. De neked mégis gondod van ránk, és odaadtad nekünk a te szavadat, hogyha megragadjuk azt hittel, akkor győztesek leszünk mi is, ahogy a te fiad Jézus győztes lett. És hadd legyen bennünk is, Uram, testé a te beszéded. Drága Szent Szellem, kérlek, munkáld meg a mi szívünk talaját. Mert neked akarjuk élni az életünket, Jézus. És nem saját magunknak többé. Istenem, legyen minden úgy, ahogy te akarod. Mert te sokkal jobban tudod, mint mi, hogy nekünk mi a legjobb. És ezt rád bízzuk, Uram. Legyen nekünk minden a te beszédet szerint, Jézus. Amen. Wow. Ti is érzitek, amit én érzek, hogy valami történt, az én szívemben valami történt. Ti is érzitek ezt? Hogyha ezt hittel tetted meg, testvérem, akkor valami óriási dolog történt itt ma. Azt láttam, hogy, hogy Jézus beült egy ilyen nagy rábastengerbe. Hát ez a nagy sárga traktor, aminek ilyen hatalmas nagy dupla kerekei vannak. És hogy ki lett dobálva ezek a kövek, ki lettek tépkedve ezek a tüzes gyomok, az Úr így odalépett neki, és elkezdte ezt a mély szántást bennünk. Hogy az ő beszéde be tudjon oda hullani, mert Istennek gondja van az ő beszédeire, értsétek meg. De nekünk kell a te szívedért, te felelsz, testvérem. Én nem hihetek helyetted. Én nem mondhatom azt, hogy én elfogadom, amit Isten mondott, a te életedre is elfogadom. Ezt nem tehetem meg. De az én életemért én felelek. Még a feleségem hitéért sem felelek én. Én bátoríthatom őt a hitre. Amen. De az, hogy ő az ő szívét tisztán tartja-e, hogy ott tartja-e Isten előtt, hogy engedi-e, hogy a Szent Szellem felpuhítsa azt, hogy fellágyítsa. Tudjátok, én nem vagyok túl jó barátságban a mai technológiával olyan szempontból, hogy nem könnyen tudom kezelni. Éva, ki kell, vagy odalépnél nekem majd, mert újra és újra nekifutok azért, hogy bevonjuk a 21. század technológiáját az Úr munkájába. És annak a korában élünk, amikor mindenkinek szinte van egy okostelefonja, igaz? Emelje fel a kezét, akinek van egy okostelefonja. Sok mindent elmond nekem, mert igazából ez lesz az egyik oka a mai prédikációmnak. És tudjátok, nem csak okostelefonok vannak a mai világunkban, hanem például nekem van okosórám is. Kinek van okosórája? Igen, valakinek még? Ebből már nincs olyan sok, igaz? De hogy ez is létezik...
És aztán okos óra, okos tévé, és már olyan is van, hogy okos ház. Ezt tudtátok? Bizony. És ez úgy működik, hogy te a mobiltelefonodról mész hazafelé, és be tudod kapcsolni a fűtést, hogy elinduljon a fűtés, miközben, mit tudom én, 200 kilométerre vagy még otthonról, hogy amikor hazaérsz, szépen már be lesz fűtve a lakásod, amikor hazaértél. Vagy sorolhatnám, tehát nagyon sok a klímát ugyanígy lehet kezelni, vagy egy csomó mindent lehet, és ezt úgy hívják, hogy okos ház. Szóval ennek a világát éljük, és teljesen természetes az számunkra, hogy van egy mobiltelefonunk, amit ott láttok fenn, igaz? És szinte mindenkinek van. És azért aktuális az üzenetem, mert szerintem meg fogjátok érteni az üzenetem lényegét, mert ugye ti is használtok például Wi-Fi-t. Nyugodtan jelezzetek, hogyha amit mondok, az érthető a ti számotokra. Használtok Wi-Fi-t, köszönöm, Gitta. Elég, hogy áment mondtok, jó? Vagy igen, vagy mi is igen. Nyugodtan, tehát családban vagyunk, ugye? És mindig jönnek ki új és új telefonok. Minden évben legalább egyszer vagy kétszer. És tudjátok, a mai tinédzsereknek mi a legnagyobb kincse? Ugye? Még a mi időnkben azt se tudtuk, hogy mi az. Még akkor mást mondtunk volna, de eltelt ez a pár 10-20-30 év, és azt látjuk, hogy négy fiatal ül az asztalnál, és nem beszélgetnek, hanem üzeneteket küldenek egymásnál az asztal körül. És ennek a világát éljük. És miért akarok, én miért beszélek, és miért vezetem be ennyire ezt a történetet? Azért, mert ahhoz, hogy nekünk működjön ez a rendszer ebben a világban, szükségünk van egy olyanra, hogy Wi-Fi. Ugye? Mit érne, hogyha megszűnne az egész világon a Wi-Fi, és neked van a legjobb telefonod a világon? Egy pár dolgot tudnál vele csinálni, ugye? Tehát a számológéped az még működne rajta, mint a régi telefonoknál, emlékeztek még? Tudnál telefonálni, még lehet rajta, de nem biztos már, mert már nem mennyi, már rezeg a léc. De még lehet telefonálni, tudnál? Igen, segélyhívást, SOS, hogy itt vagyok. És tudjátok, hogy akkor gondolkodtam el erről, amikor Albániában voltunk most nyaralni, és ott nem működött senkinek a Wi-Fi. Mindenkinek ott volt mindenki mutogatta egymástok, ú, nézd csak, milyen jó telefonom van. Mutatta, ez ennyi megapixeles kamera van ezen, annyi. Igen, de hát mit ér, hogyha nincs Wi-Fi? Oké, hogy lefényképezel engem, és amíg tart a telefonodnak a memóriája, addig lesznek rajta szép fotók, de ha betelik, két dolgot csinálhatsz. Vagy kidobod a kukába az addigi fotókat, és csinálhatsz újakat. Vagy pedig keresel egy Wi-Fi lehetőséget, és feltöltöd ugyan a felhőbe. Tudtok követni? Mai világban éltek ti is akkor, ugye? Tehát érthető, amiről beszélek a mai ember számára. Ez a lényeg most, ugye? Na, azért nagyon fontos ez, hogy elmondjam nektek. Nézzétek meg, mi minden van egy mai mobiltelefonon. De hogyha még tudtok hozzá mondani, mondjátok el. Telefon, számológép, néha az is kell. Mert már fejből nem megy olyan jó, mint régen, ezelőtt 30 évvel, igen? Naptár, GPS navigáció, jegyzetfüzet, egy kicsi számítógép is már egyben, egy jó mobiltelefon, elemlámpa, zenei eszköz, tehát tudunk zenét hallgatni is rajta, videókamera, fényképezőgép, videójátékok. Tudtok még valamit esetleg? A ti mobilotok mit tud még? Hangrögzítő, igen, az is igen, mert a diktofont is helyettesíti, ugye? Tehát lehet használni, nagyon jó. Időjárást is megtudjuk rajta, tehát nem kell egy szokorrádió, hogy a Kossuth rádióban meghallgassuk, ugye, hogy milyen idő lesz holnap. Miért írtam ezeket ide föl? Azért, mert ezelőtt 20 évvel egy ekkora hátizsák kellett ahhoz, hogy ezt mindet belepakoljam, ha elmentem kirándulni valahová.
Kellett elemlámpa, kellett egy Walkman, kis kazettás. Itt vagytok? És kellett egy csomó minden ahhoz, hogy jól tudjam magamat érezni, és hogy minden az én kényelmemet ki tudja szolgálni. Én nem tudom, én nem gondolom, mert most minden ott van egybe. Van nálunk egy jó okos telefon, és mindent tud. De olyan szinten, hogy a legújabb Canon kamerák, meg a mit tudom én milyen Nikonok nem tudnak olyan minőségű fotót csinálni sokszor, mint ez a kis lapos valami, ami belefér a zsebünkbe. Persze vannak nagy fotósok közöttünk mindig, akik ekkora kamerával járnak, ekkora teleobjektív rajta, hogy mindenki lássa, hogy ők fotóznak. De hogy én vizsgálgattam, nem csinál sokkal jobb képet, mint ezek a legújabb mobilok. Miért beszélek erről? Azért, mert felfedeztem a Bibliába egy nagyon-nagyon érdekes dolgot, és ez a Róma 12-ben van. Kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat ott, jó? Hogyha van nálatok Biblia. Az okostelefonon. Biblia. Oda kell írni, igen, Biblia. Már azt is lehet ugye használni. Halleluja. Róma 12:1. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A Károli fordításban ugye ezt úgy olvassuk, hogy szánjátok oda a ti testeteket Istennek, mint okos Isten tiszteletet. Ugye? Milyen érdekes. Létezik ilyen, hogy okos Isten tisztelet. Ugye? Mint ahogy létezik okos telefon, van olyan is, hogy okos Isten tisztelet. És várni kellett az Úrnak most 2000 évet arra, hogy kijelentésként ezt valaki megkapja, hogy van okos Isten tisztelet az okos világban. Mikor már minden okos lett körülöttünk, akkor Isten azt mondja, tudjátok mit? Van egy okos Isten tisztelet is. És tudjátok mit? Elmondom nektek, hogy a legfantasztikusabb készülék, ami a mennyben készült, mindenki számára elérhető, okos Isten tisztelethez lett legyártva, és ezt úgy hívják, hogy új teremtés. 777. 777-es modell. Az új teremtés. Itt jártok? Miért nagyon fontos ez? Azért nagyon fontos ezt megértenünk, mert hogyha van okos Isten tisztelet, akkor van hát olyan butuska, vagy fapados, vagy hogy mondjam, tehát akkor kell lenni valaminek, ami nem annyira okos. Ugye? Itt vagytok? Mert ha így nevezi az Isten beszéde, hogy létezik egy okos Isten tisztelet, akkor lenni kell olyannak is, ami nem annyira okos. És ilyenből nagyon sokat látok. Amikor valaki szeretne Isten felé közeledni, de hát neki nincs olyan szép, jó, új készüléke, amivel ezt úgy meg tudná tenni, ahogy ezt Isten megtervezte. Szóval ezt én rajzoltam, ezeket a rajzokat. És dicsőség az Úrnak. Tehát, mi az okos Isten tiszteletnek a lényege? Az okos Isten tisztelet először is, amit mondtam nektek, az, hogy be kell szerezni a legmodernebb, legújabb okos készüléket, mert azt mondja Jézus, hogy ha az neked nincs meg, akkor csak be se léphetsz az Isten országába. Nem lehetsz része a mennyei okos rendszernek. Nem lehetsz része. Csak a földi szinten élheted az életedet, de van egy sokkal magasabb életvonal, egy színvonal, amit Isten épített ki, és Jézus Krisztus jött el azért, hogy kiépítse számunkra a mennyei wifi szolgáltatást. Hogy felépítsen egy olyan rendszert, amire mindnyáján rá tudunk csatlakozni.
Itt jártok? Tudtok követni? Remélem, hogy akinek van fülehallásra, az tud követni engem. Szükség volt rá, mert annyira fapados volt a régi, hogy az embereknek nem volt külön semmiféle olyan készülékük, amivel közvetlenül Istennel tudtak volna kommunikálni. Max elmentek a prófétához, akinek Isten adott egyet esetleg kölcsön, egy ilyen készüléket, amin keresztül meghallhatta Isten hangját, és elmondta, hogy mit mond az Úr. Ezt mi úgy hívnánk, hogy morze jelek a középkorban. Ugye, hogy mit mond az Úr? Várjál, mint a világháborúban, amikor az egyik anyahajóról a másikra morze jelekkel, és majd ilyen fényjelekkel emlékeztek, és akkor így nézte a másik, és írta egy betűnként, hogy hadihajó, az ellenség, és akkor így, hát körülbelül egy két mondat beletelt egy másfél órába, míg átjött egy üzenet. De tudjátok mit? Amit Jézus hozott el, az 7G-s rendszer. 7-es. 7.77-es rendszer. És ez a lehető leggyorsabb, amit még soha senki nem ért el más, csak Jézus egyedül. Igen. És tudjátok, hogy ez az okos istentisztelet, hogy létre tudjon jönni, ezt nekünk, erre kér bennünket Isten. Ez a mi feladatunk. Első, szánd oda a testedet Istennek egy áldozatul. Tehát ha ezt nem teszed meg, akkor nem lesz okos a te Isten tiszteleted. Oké? Okay? Akkor csak fapados lehetsz még. De értsd meg, most én ezt nem azért mondom el, hogy bárkit kárhoztassak, hanem azért, hogy felbátorítsalak, hogy kijött a legújabb készülék a mennyben. Elérhető ingyenesen bárki számára, aki hajlandó olyan áldozatot hozni, mint, hát nézzétek, mennyibe kerül ma egy mobil, egy új iPhone? Majdnem 1 millió forintba kerül. Ugye? Mekkora áldozat az embereknek a munka idejéből, az, hogy dolgoznak érte, kaparnak érte, csinálják, egy csomó dolgoznak azért, hogy bemegy a boltba, és azt mondja, nekem ez kell. Nekem ezt meg akarom vásárolni. Nekem ez nem drága. Miért? Mert az a rengeteg felsorolt eszköz mind ott van benne, és az nekem el fog férni egy zsebbe. Itt vagytok? És tudjátok, nekünk is ugyanígy kell lenni Isten felé. Az Úr kér tőlünk egy pár dolgot, de azt mondja, de a tied lehet a mennyei kommunikáció. Akarod-e? Megér-e neked egy kis befektetést? Az első, szánd oda a testedet áldozatul. Ne szabjátokat magatokat ehhez a világhoz. Tudjátok, van olyan bibliai fordítás, ami azt mondja, hogy ne idomuljatok, tehát ne próbáljatok olyan lenni, mint ez a világ. És ne kövessétek a divatjait. Így írja az egyik fordítás a Bibliában. Hanem Jézushoz akarj hasonlítani, és ne a világhoz. Amen. Tehát, hogyha mi arra vágyunk, amit a világ csinál, ha mi arra vágyunk, ahogy a világ kinéz, akkor tudjátok, mit csinálunk? Mint ez az úriember itt, magunkat próbáljuk hozzászabni a világhoz. Hogy úgy nézzünk ki, úgy gondolkodjunk, olyanok legyünk, mint ez a világ. Hogy jól érezzük magunkat a világban, és a világ is jól érezze magát a mi társaságunkban. De azt mondja az Úr, hogy ha te ilyen életet akarsz élni, akkor soha nem lesz okos Isten tisztelet az életedben. Érted? Mert Isten egyszer és mindenkorra leszámolt ennek a világnak a rendszerével, és el is fogja törölni egyszer és mindenkorra. Tehát aki ebbe a világba akar idomulni, hozzá szabni magát, tudjátok, vannak ilyen szabó minták, amiket rátesz a szabó a vászonra, és körbe hozzá szabja, hogy ebből lesz az a ruha, amit ő most kiszab. Na, ilyen lehet a mi életünk is, hogyha így ráfekszünk a világra, és magunkat így körbe vágjuk, hogy
én is olyan akarok lenni, mint ez. Nem, én nem akarok olyan lenni, te. Mert én azt akarom, hogy egy okos Isten tisztelet legyen az életemben. Amen. Szóval, nem akarok. Nem akarok ehhez a világhoz hozzászabni magamat. Lépje vissza egyet, légy szíves. És a harmadik, újítsd meg az értelmedet, Istennek adva igazat. Tehát ez a lényeg. Látjátok azt a középső úri embert, akinek van egy ilyen kis kinyitott feje, és ott van benne a krisztusi értelem. Mert már ki lett cserélve a régi értelme, amire azt írtam, hogy nem tudom, látjátok-e, hogy önző és büszke gondolkodás. Tudjátok, a büszkeség az Istennek a legnagyobb ellensége. Azt írja a Biblia, hogy Isten a büszkéknek ellene áll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. És ahhoz, hogy mi be tudjunk lépni Istennek a rendszerébe, hogy mi részt tudjunk venni a mennyei kommunikációban, ahhoz nekünk ezeket a dolgokat rendbe kell rakjuk. Értitek? És ez azt jelenti, nem az, hogy mi nekünk ezt izomból kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy ha van rá egy szándékod, hogy te akarsz Isten útján járni, te akarsz Istennel egy felhőtlen kapcsolatot kiépíteni, akkor Jézus azt mondta, hogy a legelső dolog, amire neked szükséged van, hogy újjá kell születned. És ez az újjászületés, tudjátok, és tudtátok azt, hogy Jézus előtt sohasem létezett az új teremtés. Nem létezett ilyen. Nagy a csend. De amikor azt írja a Biblia, hogy változzatok el a ti értelmeteknek megújulása által, a görög ezt úgy fejezi ki, hogy metamorfú. Ez a változás. Ez az elváltozás. Ez ugyanaz a szó, mint amikor az undorító hernyóból lesz egy gyönyörű pillangó. Ez az a metamorfú, ez az átváltozás. Amilyen változásra van nekünk szükségünk ahhoz, hogy Istennek a... Na, az is jó lesz, igen, most majd. Hogy Istennek a jelenlétében élhessünk. Mert az a régi, az nem alkalmas erre a kommunikációra. Tudtok követni? Na, szóval itt van egy másik kinagyított modell. Tehát felülre odaírtam, hogy Júnia, ott van az az önző büszke elme, ami csak magának él, csak önmagából táplálkozik, csak az számít, ami vele kapcsolatos, önigazult, állandóan fél mindentől, és nem bízik senkiben, csak abban, amire ő képes. Ez az az elme, ami mindnyájunkban ott volt, mielőtt Jézus megismertük volna. Igaz? És hogyha... Mindegy, ebbe bele sem megyek. De pontosan erre van szükség, hogy nekünk egy krisztusi értelmünk legyen, amire lecseréljük ezt, ami már, mit olvasunk róla? Istennek él, Istennek hal, Isten szavából táplálkozik, nem érzések irányítják, nem fél, és bízik Istenben. Értitek? De ez nem jön így. Ez nem így működik, hogy egy agyat kikapok, és egy másik agyat bedobok. Milyen jó lenne, ugye? Hogy mit még meg nem adnánk ilyen agycseréért. De ahhoz, hogy mi meg tudjuk újítani az elménket, tele van mindenféle magaslatokkal az elménk, de ahhoz, hogy ez meg tudjon újulni, nekünk először is be kell, hogy fogadjuk Istennek a szavát. És ahogy itt imádkoztam az összejövetel előtt, hogyha befogadjuk Istennek a szavát, akkor a szívünknek és az elménknek képlékenynek kell lenni arra, hogy elég lágy legyen ahhoz, hogy beesve a mag, Istennek a szava gyümölcsöt tudjon teremni bennünk. Amen. És ezt, hogyha mi engedjük, hogy
felnövekedjen, az bennünk hitet fog eredményezni. Értitek? És azt mondja Jézus, hogy olyan szinten, hogy egy mustármagból egy hatalmas fa lesz, olyannyira, hogy alatta hűsölnek majd az állatok, meg a madarak, meg minden. De csak azért, mert mi oda szántuk az életünket Istennek, és engedtük azt, hogy megpuhítsa a szívünket. Tehát létezik egy ilyen, hogy okos Isten tisztelet. Igen ám, lehet, hogy újjászülettünk, és eljutottunk odáig, hogy megértettük azt, hogy újjászületés nélkül senki nem léphet be az Isten országába, senki nem kapcsolódhat oda Istenhez. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát tegyük fel, újjászülettünk. Van egy újjászületett lény bennünk, egy csodálatos teremtmény, ami Jézus előtt soha nem létezett. A hernyóból pillangó lett. Halleluja. A hernyóból pillangó lett. Igen ám, de mi az okoskorban élünk. És nekünk kell ez a kommunikáció. És nem azt akarjuk, hogy mint pillangó repkedjünk össze-vissza, mint egy idióta, hanem mi azt akarjuk, hogy pillangóként meghalljuk Isten hangját. Ugye? Mint mit érsz egy mobillal? Ezt beszéltük, nem lenne wifi a földön. Mit érnénk vele? Nagyon keveset, ugye? Nem tudnánk kommunikálni egymással, nem tudnánk egy csomó mindent csinálni. És ezért Jézus azt mondta, hogy szükséges, hogy én amikor elmegyek erről a földről, elküldjem hozzátok a Szent Szellemet. Ő lesz a ti wifi kapcsolatotok. Korlátlan wifi. A leggyorsabb. 7,77G. És mobilnet. Korlátlan. És az okos Isten tisztelethez tökéletesen fejlesztve. Az benne van minden. Így van. Ez minden ott van benne, érted? Tehát, hogyha te Istennel elindulsz, és az okos Isten tiszteletet kézbe veszed, és azt mondod, új teremtés vagyok, Atyám. Nekem kell ez az új teremtés. Inkább innen indulok. És mint ahogy egy mai tinédzser, ha kell, McDonald's-ba 3 évig dolgozik éjjel és nappal 25 órát 24-ből, hogy megvegye a legújabb iPhone-t. Miért? Mert ennyire nagyra értékeli azt, hogy neki legyen. Lehet, hogy a Józsikának meg a Jancsikának nincs, de neki legyen. Értitek? Nekünk ugyanígy kell lenni az Isten dolgaival. Testvéreim, nem nélkülözhetjük mindazt, amiért Jézus nagyon-nagyon drága árat fizetett. Értitek? Helyesbitek. Nélkülözhetjük, de miért tennénk? Élhetünk Isten nélkül? Hát persze. Mondjuk azt nem nevezném életnek, de nagyon sokan ugye bizonyítják, hogy megvan nekem az új teremtés, még olyanok is vannak. Elmondtam a megtérők imáját, hiszel Istenbe? Hiszek. De jó. És ez hogy néz ki nálad ez a kommunikáció? Hát erről most inkább ne beszéljünk. Érted? Tehát lehet neked a világ legcsodálatosabb, új, legújabb iPhone-ja, hogyha nincsen rajta semmi, nincsen wifi kapcsolat, nincsenek rajta applikációk, nincs rajta semmi, csak elmondhatod azt, hogy van. És tudod mit? Egy nagy titkot mondok el. Azzal, hogy van, már beléphetsz az Isten országába. Mert az a van, ez azt jelenti, hogy nem rólad szól a történet, hanem hogy elfogadod azt, hogy Jézus meghalt, kínhalált halt azért, hogy te újjászülethess, és hiszed, hogy ő az Isten fia. Hiszed, hogy a te bűneidért ő meghalt a kereszten. Hiszed, hogy neked kell ez a megváltás. Tudod, mi történik, testvéreim? Megkapod a legújabb mennyei okostelefont. Az új teremtést. Érted? De ez még egy üres telefon. Amikor kibontod a dobozból,
mi az első, amit csinálunk egy telefonnal? Töltőre tesszük. Ugye? Bedugjuk, nézzük, ho-ho, már tölt. És akkor nézzük, hogy ú, de gyorsan tölt, de jó. Na, ugyanilyen az, amikor mi a Szent Szellemmel kapcsolatba kerülünk, először is. És aztán, ahhoz, hogy te egyáltalán elinduljál a te legújabb eszközödön, végig kell menned egy procedúrán. Ugye? És nincs olyan okos telefon már ma, amihez ne kellene wifi, hogy téged végig vigyen ezeken a procedúrán. Az a legelső dolog, hogy van wifi kapcsolatod? Ha nincs, akkor keressél egyet. És akkor mész, hogy Éva, megosztanád velem a te wifi kapcsolatodat? Mert nekem nincs. És akkor Éva megosztja. Na jó, most már van. Nekem még nincs. Igen, majd oda is ki fogok lyukodni, igen. És amikor már van wifi kapcsolatod, elindul valami, és végigmész egy folyamaton, és ezt úgy hívjuk, hogy a Szent Szellemmel való közösség. Hogy te behívtad Jézust az életedbe, megérezted, hogy jó az Úr, valami történt. És elkezdett bújni az Isten szavát. És olyan, mintha beszabadultál volna egy kincses bányába. Találkoztam Jézussal, és olvasod, oszta, hey, hát ezt is letöltöm rá. És amikor kapsz Istentől egy kijelentést az igéből, tudod, mi történik? Egy applikáció letöltődik a te okos Isten tiszteletedre. Az enyémen rengeteg van, az én mobilomon rengeteg applikáció van, és ha most mindenkitől kérném azt, hogy vegyétek elő a telefonotokat, és mutassátok nekem végig, hogy kinek milyen, nem lenne két egyforma. Itt vagytok? Miért? Mert mindenkinek személyre szabottan azt tölti rá az ő okos készülékére, amire neki szüksége van, ami neki fontos. Időjárás jelentés, gitárhangoló program, igen, vagy most hogy kapnak a halak éppen, most milyen a légnyomás, erre mindre van applikáció, értitek? Vagy nagyító van rajta, meg ilyesmi, egy csomó minden, nem látok jól. Vízmérték, tényleg Dávid még arra is használta. Értitek? És ezért csodálatos az, hogy nincs két egyforma ember, akit Isten ugyanazon a módon vezetne. De az új teremtés mindannyiunkban ugyanaz. Értitek? Ez olyan, mint egy házasság. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy leakaszt a szegről egy tökéletes társat. És erre vár egész életébe. És akkor meg egy foga van, meg már bottal jár. Nem találtam meg. Mert ilyen nincs is. Rosszat kerestél, tesó. Nem kezdheted megint előről. Már nincs rá időd. De a fiataloknak még elmondom, hogy egy üres vásznat fogsz kapni Istentől, akivel együtt fogjátok kiszínezni egymás életét. Akivel oda és vissza azokat az applikációkat fogjátok letölteni Istentől, amire nektek szükségetek van. És így lesztek boldogok, hogy ki fogjátok egymást egészíteni. Értitek? Ugyanígy vagyunk Istennel. Akár hányan vagyunk itt most, mindenkinek más mond az Isten szava. Másból meríti a hitet. Értitek? De azt, amit te megragadtál Istenből, ez egyből letöltődik a te okos Isten tiszteletedre, mint egy applikáció. És ahhoz mindig vissza tudsz nyúlni. Ugye? Ahol Istennel te találkozol. És te tudod azt, hogy az Úr itt velem találkozott. Tudod, vissza tudsz gondolni, hogy amikor bajba vagyok, Uram, én ott veled találkoztam, és tudod, mi történik? Egyből beléptél az applikációdba. És egyből már azt várod, hogy Uram, most megint meg akarom látni azt, hogy hogyan fogsz most cselekedni. És Isten megint megdicsőíti a nevét. Bam! És aztán ez téged még jobban arra késztet, hogy kutasd a, minek hívják ezt a letöltő helyet, a iTunes, vagy micsoda. Vagy App Store, igen, az App Store-ba keresed, hogy lapozgatod, mi lenne jó nekem. Hú, ez nagyon jó.
ez már 4.8, majdnem mindenkinek tetszik. Ott van, kipróbálom. És aztán, azért, mert ilyet nem rajzoltam. Szóval, értitek, amiről beszélek, testvéreim? És ez benne a csodálatos, hogy Istenben mégis, amikor mi összejövünk, mindenki el tudja venni Istentől azt, ami neki a legfontosabb. De amikor minden elmegyünk, akkor kezdődik el a mi okos Isten tisztelet. Na, akkor is, amikor itt vagyunk, az még csodálatosabb, mert akkor olyan, mintha egy ilyen mennyei Kánaánban lennénk, hogy mindenki az okos Isten tiszteletét idehozta egy helyre, és nem mindenki Évának a wifi-jére akar ugye csatlakozni. Mert ilyen is volt már. És tudod mit? Lehet, hogy az Évának a wifi-je elbír egy-két embernek az internetét, a kommunikációját Istennel, mert jönnek Évához, hogy Éva, de neked bejárásod van az atyához. Mit mond nekem az atya? Kérdezd már meg. Ugye? És milyen egyszerű lenne menni az Isten embereihez, és mondani, hogy figyelj, menjél már be, kérdezd meg. És Évának mit kell, semmi baj. Évának mit kell válaszolnia? Az, hogy te is kaptál új teremtést, kaptál okos Isten tiszteletet. Van applikációd. Kapcsolódtál, a Szent Szellem ott van, egy örök internet hozzáférésed van a mennyhez. Örök kapcsolatod. Bármikor bemehetsz a szentek szentjébe, megnyílt előtted a világ. Mint ahogy mondják, ugye, hogy az internettel megnyílt előttünk a világ. És igaz, de ugyanígy megnyílt előttünk az Isten országa is. És innentől kezdve, testvérem, te döntöd el, hogy te mennyire leszel gazdag a te okos Isten tiszteletedben. Itt vagytok? És senki nem mondhatja meg azt egyik a másikának, hogy ezt csináld meg, ez a jó. Neked nem biztos. Érted? Neked kell megtalálnod Istennel, de egy dolgot egyikünk sem nélkülözhet. És ez a wifi kapcsolata mennyel, aki a Szent Szellem. Értitek? Emlékeztek a 10 szűz példázatára? Abban az időben még nem volt wifi. Abban az időben még olaj volt. És lámpás. És teljesen más példázattal kellett Jézusnak beszélni, mint ha ma beszélne. Ma szerintem Jézus körülbelül ilyen példákat hozna, mint én ma itt. Olyat, amit mindenki megért. Amen. De akkor azt mondta Jézus, hogy ott voltak ugye az okos szüzek. Miért voltak ők okos szüzek? Mert okos Isten tiszteletet csináltak. És ott voltak a bolond, vagy hát balga szüzek. Más fordításban, ami nem annyira bolondozta le őket, csak balga. És mitől balga egy balga? Hát azért, mert nem okos. Ugye? De a döntés az egyéni. Lehetsz balga, lehetsz okos. Ezt már Isten mindenkinek odaadta. Hogy gyermekeim, én mindent nektek adtam. És innentől kezdve te döntöd el, hogy balga leszel, vagy okos. Ha okos leszel, odaszánod a testedet, engeded, hogy megújítsa Isten az elmédet az ő beszéde által, Krisztusi értelem jön beléd, nem úgy fogsz a világra nézni, mint a világ, hanem Isten szemszögéből. Élő közösséged lesz, napi közösséged lesz a Szent Szellemmel, mert mi történik, ha egy fiatalnak nincs egy napra wifi kapcsolata? Elvonási tünetek, ilyen remegés, meg szeme remeg, meg a keze, lába, mint egy alkoholistána. Ugye? Láttátok már őket? Nagyon érdekes látvány. Ha egy napra nincs wifi kapcsolat, hát én nem tudom, hogy mi lesz velük. Vagy pedig átveszik kijelentésbe ezt az üzenetet, és átpártolnak a legeslegjobb szolgáltatóhoz. Ugye? Mennyivel jobb lenne, hogy a Szent Szellemmel elkezdünk kommunikálni. Istennel, egymással. És hogy Éva is ma kapta itt a mennyei wifi-ről, kapta az információkat, hogy kit gyógyít most Isten. Ez csak egy dolog. Értitek? Ez egy Évának egy applikációja, ahonnan ő ezt most elővette.
Értitek? De ez mindenkibe kell lenni valaminek, amit Isten rakott beléd. Érted? És ezért fontos az, hogy amikor lapozgatod az Isten igét és olvasod, akkor úgy keresd, hogy Uram, én azt akarom, hogy ez engem gazdagítson. Én azt akarom, hogy olyan applikációk legyenek az életemben, amivel közösségben leszek ezáltal veled. Értitek? És hogy keresed, kutatod, ezt le kell töltenem, Uram. És ott nem olvasod tovább, Istenem, felemelem a kezeimet, rácsatlakozok a mennyei wifire, drága Szent Szellemre, és akarlak téged, Istenem. Hát a beszédedet kincsként őrzem a szívemben, megérintettél engem. És nem csak hallgatója akarok lenni a te beszédednek, hanem cselekvője is. És elkezd letöltődni a szívedbe Istennek a szava. És úgy kling, letöltés kész. Azt mondja Jézus, hogy akkor lesztek igazán boldogok és áldottak, ha cselekedni is fogjátok a dolgokat, nem csak hallgatni. Boldogság titka 2.0. Itt vagytok? Testvéreim, annyi titkot mondok el a boldogságotokhoz, hogy valami hihetetlen ma. És elmehetsz úgy innen, hogy balga maradsz. Ne jajgassál, asszony. Megismétlem most magyarul. Elmehetsz úgy innen, hogy balga maradsz. Miért? Mert ez a te döntésed. Én hiszem, hogy ez Istennek az üzenete, ami számunkra, testvéreim. És annyira hiszek ebbe, hogy amennyire valóságos ez a wifi rendszer, meg ez az internet, meg minden, ami működik körülöttünk, ennyire valóságosnak kell minimum lenni a Szent Szellemmel való közösségünknek. Mondják, én nem látom Istent. Igen, de a wifit azt látod? Vagy az áramot látod a konnektorba? Nyúljál bele, megtudod. Valóságos, hidd el nekem. Pedig láthatatlan. De az erejét, azt meg lehet érezni. Ugye? Vagy az, hogy itt vagyunk, és tudjátok, mennyi kommunikáció megy most keresztül ezen a termen? Mennyi adat? Mennyi minden? Na, köszönöm, Gitta. Lelkesítesz engem. Dicsőség az Úrnak. És nem látjuk, és nem látunk belőle semmit sem. És lógathatjuk az orrunkat, nem látok én semmit. Hangolódj rá, kapcsolódj rá. És akkor jössz a te kis készülékeddel. És egyszer csak meglátod, a Szent Szellem itt van. Csatlakozás. Ting! És megnyílik előtted a kijelentéseknek a tárháza. Mert itt van a Szent Szellem. És tudjátok mit? Azt mondja a Biblia, hogy amíg világ a világ körülöttünk, addig ő itt is marad. Tehát testvéreim, nem kell neked már a wifiért előfizetned. Ezt Jézus kifizette. Értitek? A legnagyobb árat Jézus azt mondta, hogy én megelőlegezem. Mindazok számára, akik szeretnék a mennyei kapcsolatot, akik szeretnének a mennyel kapcsolódni, én kifizetem nekik. A készüléket is, meg a hozzáférést is. És hogy nem csak, hogy új teremtések lesznek, hanem örök életet is ajándékozok mindazoknak, akiknek ez kell. És a balgák pedig kivettetnek a külső sötétségre. Ezért, testvérem, mondtam el neked, hogy nem kell, hogy balga maradjál. De értsd meg, Isten már úgy döntött, hogy szeretné ezt a kapcsolatot. De ha te is igen mondasz rá neki, csak akkor fog ez felállni. Érted? Járhatsz te körbe a legújabb készülékeddel. iPhone 19, iPhone 25. De ha nincsen kapcsolat, ha nincsen rajta a mennyei applikációk, ha nincsen rajta, nem csatlakozik, akkor mit érsz vele? Tudod, mi lesz ezzel akkor?
egy dicsekedés lesz csak. Nézd neked, na ilyen a vallásos ember. Nézd meg, én mit értem el. 60 órát imádkozok naponta. 70 órát vagyok a térdeimen hetente. Dicsőítő dalokat énekelek éjjel és nappal. Ilyen bibliaiskolába jártam, olyanba. Igen, de hol a kapcsolatod? Hol a wifi? Hol van a kommunikáció a mennyel? Mert azt mondja Isten, hogy hiába mondja valaki nekem, hogy Istent ismeri, ha a szeretetben meg nincs benne szeretet, akkor az nem ismerte meg az Istent, ugye? Mert őt megismerni ezen a kapcsolaton keresztül lehet csak. És a Szent Szellem azért jött el, hogy Jézusra mutasson mindig. Ő az út, ő az igazság, és ő az élet. És tudod mit? Amikor jössz Istenhez, és kijelenti neked önmagát, akkor megismerheted azt, hogy Jézussal azonosulva odaültetett téged Isten, ahol ő van. És most tedd már be ezt, Éva. Ja, már betaktad, már ott van? Halleluja. Az első kép nem annyira látszik jól, szerintem a piros elég halvány rajta. De hogy ott van Jézus, azért festettem be feketére, mert ő teljesen egyé lett a te bűneiddel, és a te halálodat halta meg. A te bűnös életednek az ítéletét vette magára. Az vagy te ott legelől, az a kicsi, aki fogja a fejét, reménytelenül. Mindnyájan így voltunk. Ugye? Feketén, bűnösen, reménytelenül, és nem volt számunkra remény, mert nem tudtuk magunkat, nem tudtuk így az mutogatásunkkal kihozni magunkat a bűneinkből, meg hogy mit tudunk elérni emberileg a bűneink alatt. És Jézus ezért jött el, és felfeszítették őt a fára, és kimondták rá, hogy bűnös. És ez a kérdés ma is mindenki felé, és nem csak azok felé, akik még soha nem vallották meg Jézust. Kész vagy-e meghalni Jézussal? Vagy magadnak akarod tovább élni az életedet? És Jézus egy ilyen kis szent szobor lesz a polcodon. Mert Jézus azt mondta, aki meg akarja tartani a saját életét, el fogja veszíteni. De aki kész feladni az életét, ez azt jelenti, aki kész velem együtt meghalni, és feltámadni egy új életre, az megkapja az okos készüléket. Ugye? Itt a középsőben, nem tudom, látjátok-e, odaírtam, hogy eltemetve együtt ő vele a halálba, és aláírtam, ott van egy kis vékony hulla ott a föld alatt, hogy bemerítkezés. Ezért nagyon fontos. Tehát először azonosult Jézus mi velünk a bűneinkben. Amen. Aztán Jézus el lett temetve, mi is vele együtt azonosulunk az ő halálában a bemerítkezéskor. Tehát amikor lemegyünk a víz alá, ott temetnek minket el Jézussal együtt. És amikor feljövünk a víz alól, ez a feltámadt Jézus már. Egy új életre, ami ott ragyog az Úr dicsőségében. És fölé írtam, hogy feltámadva együtt vele, te ő benne, ő te benned. És látjátok azt a kis aranymukit ott Jézusnak a mellkasán? Az vagyok én. Meg te. Amen. És nekünk ő vele kell azonosulnom ahhoz, hogy élhessük az ő életét. Értitek, testvéreim? Tehát ezt a rendszert Jézus úgy hozta létre, hogy ez csak akkor működik, ha ő rajta keresztül jövünk az atyához. Amen. És ezért fontos az újjászületés, mert amikor te újjászületsz, tudod, mi történik? Beleszületsz Jézusba, és ott válik elérhetővé a mennyei wifi kapcsolat számodra, és az új teremtés ott lesz elérhető számodra, ott lesz a tied. Ott lesz a laz. Amen. Jó, mi van még ott a... Jó, mindegy, akkor ez... Tehát igazából ezeket lerajzolgattam itt, ahogy a Szent Szellem adta nekem ezeket a kincseket. De mondom, ez Albániában indult el bennem ez a gondolat, hogy
meg voltunk lőve wifi nélkül, igaz, Andi? És kínos volt, hogy mindenki ment volna minden felé, de nem tudtuk tartani a kapcsolatot egymással. És olyan szörnyű volt, hogy jobbnál jobb telefonok mindenkinél, olyan gyönyörű fotók mutogattuk egymásnak, nézd, milyen szép képet csinál. Igen, de mit ér akkor, hogyha nincs meg az a szabadságod, hogy azt tedd, amire vágyik a szíved. Érted? És itt indult el bennem ez a gondolat, és a második gondolat, amivel a Szent Szellem ezt összekötötte, ez az okos Isten tisztelet volt. Hogy ez egy kapcsolat. Ez egy okos Isten tisztelet. És ahogy vannak okos szüzek és okos Isten tisztelet az okos szüzek részéről, ugyanúgy van balga Isten tisztelet a balga szüzek részéről. És miért voltak ők balgák? Mert nem vették komolyan azt, hogy az ő számukra a vőlegény a legértékesebb. Meg akarták tartani az életüket saját maguknak. És majd én úgy élem az életemet, ahogy nekem kényelmes, ahogy nekem jó, ahogy én jónak gondolom. És amikor eljöttek a nehéz idők, akkor futottak oda a Gégény Évához, hogy oszd már meg velem a wifidet. És Éva, gyere, gyere, nagyon szívesen. Nagyon szívesen megosztom. Minek is hívják ezt a megosztást a telefonon? Hotspot, azaz, igen, igen. És Éva megosztja veled azt az imádatot, amiben ő él Istennel. És tudjátok, testvérem, amikor ide te eljössz, akkor bekerülsz Évának a hotspotjába, meg az enyémbe, meg egymáséba. És ezért van az, hogy sokszor megérzed Isten jelenlétét. És csodálkozol rajta, hogy ezt miért nem tudom én ezt otthon megérezni. Éreztétek már ti is ezt? Hogy miért nem jön ez ilyen automatikusan otthon is? Itt olyan jó, olyan könnyű. Csak belépek, és már itt van az Úr. Igen, mert rácsatlakoztál valaki másnak a hotspotjára. Ezt Isten így találta ki. És ebből te meríthetsz áldást. De ez téged fel kell, hogy bátorítson arra, hogy nekem is van okos készülékem. Hogy? És wifim is korlátlan, egy életre szóló wifim van Istennel. Érted? De hogyha te ezzel nem kezdesz semmit, ha te csak kimész ezen az ajtón, zsebre teszed a kis készülékedet, és élsz ugyanúgy tovább, mint ahogy ide jöttél, lehet, hogy jól csináltad az előtt is, most akkor bocsánat, azoknak, akik tényleg a dicsőségről dicsőségre mennek az Úrral. De nagyon fontos az, testvérem, hogy legyünk józanok ezekben az időkben, mert Jézus nem sokára jön vissza az ő mennyasszonyáért. Amen. És Jézus annyira szeretett minket, hogy a legcsodálatosabb készülékkel ajándékozott meg minket, amit egy vőlegény adhat a mennyasszonyának, az okos Isten tisztelettel. És ez megvan mindannyiunkba, testvéreim, akik befogadtuk Jézust a szívünkbe. De nem spórolhatjuk meg azt, hogy a köldök zsinórunk közvetlenül az Úrral meglegyen. Értitek? Én csünkhetek Éván egy darabig, de amikor Jézus visszajön, akkor ő okos lesz, én meg balga. Értitek? Tehát te legyél okos, te is legyél okos, meg én is, meg mindenki. Ezért mondja az ige, hogy legyünk józanok. Mert mindenkinek ugyanazt az árat kifizette Jézus a készülékéért. Jézus letette az életét azért, hogy ez a wifi kapcsolat fennmaradjon az utolsó pillanatig a te számodra. És amikor majd megállsz Isten előtt, akkor elmondhatod azt, hogy Uram, köszönöm neked, hogy naponta, nem csak, hogy hívhattalak téged egy órára naponta, hanem reggeltől estig, estétől reggelig benne éltem a wifi kapcsolatban a mennyből. Ne hagyjátok ki, testvéreim, ezt a lehetőségét, kérve kérlek. Mert itt jön, megy a wifi kapcsolat. Jön a mennyből, jön innen, onnan, mindenhonnan. És te meg lehet otthon ülsz, nem történik az én életemben semmi. Olyan unalmas az a keresztény élet. Azért unalmas, testvérem, mert még hiába vagy valamilyen kijelentésnek. Meg kell, hogy értsd, hogy ki vagy, és hogy kié vagy.
és hogy mivel ajándékozott meg téged Jézus. És ha ezt megérted, akkor olyan leszel, mint egy tinédzser. Nekem kell a legújabb applikáció. Nekem kell a legújabb mobiltelefon. Mert én kommunikálni akarok naponta, reggeltől estig. Nem telik el úgy 5 perc, hogy ne írnék egy SMS-t az én atyámnak. Dávid nevet. De értitek, miről akarok ugye beszélni? A személyes kapcsolatról. És aztán jön a mennyből. Ting! Egy like. Mert kedves az Istennek, amikor te őt keresed. Értitek? Amen. Úgy érzem, hogy én most itt befejezem, mert úgy érzem, átadtam nektek azt a kis Mikulás csomagot, amit Isten számotokra ma összecsomagolt. És azért fogok még imádkozni, hogy ez folytassa bennetek a Szent Szellem ezt az üzenetet, mert higgyétek el, ez sokkal mélyebb, mint amit most én elpoénkodtam itt a felét. Isten nagyon komolyan vesz benneteket. Kérlek, ti is vegyétek őt komolyan. Ez élet és halál kérdés ezekben az időkben. Amen. Én egy pár mondat erejéig, ha megengeditek, folytatnám ezt a személyes vonalat és a wifi kapcsolatot. 3 héttel ezelőtt elindultunk pihenni, és volt egy tervünk, volt egy látásunk, hova szeretnénk eljutni. És beütöttük az autó naviába ezt a úti célt. Nekünk nem volt wifink, nem tudtuk, hogy hova megyünk, és az autó navia sem volt olyan jó összeköttetésben a fentiekkel, és egy teljesen más úti célra vezényelt el minket. A 14 órás útból 21 órás lett, mire az úti célunkhoz eljutottunk. Teljesen máshova vitt minket. Amikor mi erre rájöttünk, hogy máshova visz minket, akkor beütöttük a helyes GPS koordinátákat, megtalálta a jelet, és elvezetett az úti célhoz. És most csak annyira az volt bennem így, ahogy Csabát hallgattam, hogy hányszor vagyunk így az életünk kezdetén, hogy elindulunk valahova, van egy tervünk, hogy hova szeretnénk eljutni, de nincs meg az a wifi kapcsolat, ami által oda jutunk el, hanem valahova teljesen máshova megyünk. Egy teljesen másik városba, egy teljesen más életet élünk, mint amit egyébként Isten tervezett számunkra. Ha te is jártál már így az életedben, hogy teljesen máshova vezetett el a saját döntéseid, máshova vezettek el a wifi kapcsolat nélküli élet, nem vagy egyedül. És semmi baj. Járt már így valaki? Hogy máshova? Megnyugodtam, hogy nem csak én. De az a jó hír, hogy amint a wifi-re rákapcsolódunk, legyen az bármilyen rögös út utána, oda fogsz jutni, ahova Isten el akar vinni, és meg lesznek azok a tervek, álmok, amik a szívedben vannak. És lehet, hogy ez olyan rögösnek tűnik, mert nekünk is, amikor beütöttük és megtalálta magát a kapcsolatot, olyan úttalan utakon vezérelt minket, hogy mi nem is volt út, de szó szerint felbontották az utat, egy Balkán, tehát itt ez normális. És mi csak bíztunk abban, hogy igen, az biztos jó helyre fog vezetni. És pont oda vezetett, ahova kellett, a megfelelő pontra. Úgyhogy én csak bátorítani akarlak benneteket, hogyha eddig elrontottatok valamit, elrontottunk valamit, én maximálisan a legjobban elrontottam, amit csak lehetett az életemben, de Isten nagyon szeretett, és a wifi kapcsolatot, amikor megtaláltam, akkor olyan úttalan utakon, amire nem is számítottam volna végül is, oda kerültem, ahova Isten akart helyezni, és ahol látni akar, és ezt veled is ugyanígy akarja. Úgyhogy csak ezt akartam még elmondani nektek. Újra tervezés. Igen.